Jó reggelt kívánok! Az Európai Unió pénzzel, szakemberekkel és infrastruktúrával segíteni a menekültügy kezelését, de a magyar kormány továbbra szándékosan is nem kér ebből, belpolitikai haszonszerzés céljából. Gyakorlatilag ezt mondta Molnár Csaba, a DKEP képviselője, aki most a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Máshonnan viszont úgy lehet tudni, például a sajtóból, hogy augusztus közepén a magyar kormány végül beadott valami konkrét kérelmet, konkrét összegekre, hogy milyen segítséget kér az Európai Uniótól migránsügyben. Akkor miért mondják, hogy nem fogadnak el segítséget? Ez két különböző ügy. Idén évelején, amikor ez a jelentős nyomás először az olasz és a görög határokon megjelent, akkor az Európai Unió, az Európai Bizottság vezetői azt mondták, hogy mindenben segítenek a tagállamoknak a menekült helyzet kezelésében, felállítanak regisztrációs központokat, küldenek ide szakembereket, akik akár menekültáborokban is dolgozhatnának, és pénzt is adnak mindenre. A magyar kormányt akkor megkereste az Európai Bizottság, a magyar kormány még csak nem is válaszolt, a felajánlott segítséget nem fogadta el. Aztán idejött az Európai Bizottság ezzel foglalkozó főbiztosa, aki egyébként görög származású és ugyanolyan jobboldali politikus, mint Orbán Viktor, megpróbálta rávenni a magyarokat, találkozott a miniszterekkel, hogy fogadjátok el az Isten szerelmére az Európai Unió segítségét, akkor sem fogadtuk el. És most augusztusban, ahogy ön is mondja, az a pici változás történt, hogy a három dolog közül, az infrastruktúra, a személy és a pénz közül legalább egy kis pénzt kérünk, 8 millió eurót az Európai Bizottságtól, de ebben sem vagyok biztos, hogy ezt arra fordítaná a magyar kormány, amire egyébként az Európai Bizottság adja. Ugyanis az Európai Bizottság szerint ezt a pénzt nem lehet határvadász századokra fordítani, amit Orbán Viktor akar. Ezt a pénzt nem lehet kerítésépítésre fordítani, amit Orbán Viktor akar. Pont azért nem engedi be a személyzetet is a pénzzel együtt Orbán, mert akkor lenne valaki, aki ellenőrizné, hogy ezt a pénzt tényleg a regisztráció költenék, ami egyébként ennek az eredeti célja. Hát pedig azt gondolná az ember, hogy az egyik legfontosabb feladat ahhoz, hogy ezeket az eljárásokat végig lehessen vinni, hogy egyáltalán eldőlhessen, hogy ki a jogos menekült kérő, vagy menekült státuszt kérő menekült, és ki a gazdasági bevándorló, hogyha lennének olyan egyrészt tolmácsok, másrészt szakemberek, akik meg tudják állapítani, hogy aki szírnek vallja például magát, az tényleg szír-e. Ilyen szakemberek Magyarországon valószínűleg vagy nincsenek, vagy nagyon kevesen vannak. Mi motiválhatná a magyar kormányt arra, hogy ne fogadja el, ha ilyenek felajánlása kerülnek? Borzasztó egyszerű. Az motiválja, hogy az a politikai érdeke, hogy Magyarországon úgy tűnjön, hogy nagyon bonyolult ezt a helyzetet kezelni. Hogyha Orbán ezt meg akarná oldani, akkor ez borzasztóan egyszerű lenne. Akkor nem lenne senki a keletiben, akkor nem lenne Hegyeshalomnál és Röszkénél sor. Na egész de ha ez egyszerűen... ennyire egyszerű lenne ez a helyzet, akkor nem zengene tőle egész Európa. Akkor csak Magyarországról hallanánk ilyen típusú híreket, de ami ilyen, nem így van. De ilyen típusú hír, hogy a regisztráció, amire 24 órája van egyébként a hatóságoknak, az Magyarországon még egy hét alatt sem történik meg, ezért aztán mindenhol a vasútállomásokon ott vannak az emberek meg a határállomásokon, ilyen hír nem érkezik máshonnan Európából, mert ilyen kizárólag Magyarországon. És ami a vasútállomás... ahol olyan híreket hallunk, hogy problémák vannak, azok a befogadó országoknál vannak, mondjuk Németország, Olaszország, Svédország vagy Nagy-Británia, de Magyarország tranzitország. Senki, teszem hozzá sajnos, mert rossz itt élni, senki nem akar ebben az országban maradni. A magyar kormánynak borzasztó egyszerű dolga lenne. Nagyon-nagyon sok szakemberrel, amit egyébként adna az Európai Unió, de nem vagyunk hajlandóak elfogadni, mert abban érdekelt Orbán, hogy botrány legyen, és ne pedig megoldás. Ezeket az embereket csak regisztrálni kellene a déli határnál, és aki jogosult arra, hogy tovább menjen Nyugat-Európa felé, mert vagy rendben vannak a papírjai, vagy nincsenek rendben a papírjai ugyan, de valaki hajlandó őket befogadni, például az összes szírmenekültet hajlandó lenne befogadni Németország, akinek pedig nincs rendben, vele szemben pedig folytassa le az eljárást, ezt Orbán direkt nem akarja megcsinálni, mert akkor az ATV, a Hír TV és az összes TV kamerái nem azt mutatnák, hogy Magyarországon baj van, rendetlenség van, ahogy ők mondják, migráns problémák van. Na de a papírjai annyira szinte senkinek nincsenek rendben, hogy a jelenlegi Európai Uniós jogszabályok alapján tovább utazhassanak Németországba, és bár itt volt ellentmondásos kommunikáció,
ami azt hiszem, hogy nagy mértékben felelőssé tehető egyébként például a keletinél kialakult helyzetért. Most már a német kormány és maga Angela Merkel is egyértelműen visszakozni látszik abból, hogy ők nem arra gondoltak, hogy mindenki, aki el szeretne jutni Németországig, az most akadálytalanul jusson el oda, ott kelljen elbírálni az ő menekült kérelmüket, és ők be kelljen őket fogadni. Ők arra gondoltak, Angela Merkel arra gondolt, magyarázzák most már német oldalról, hogy aki már Németországba eljutott, szír, azt befogadják, de természetesen Dublin 3 érvényben van, és arra kérik a határon lévő országokat, mint amilyen Magyarország, hogy ne engedjék tovább ezeket az embereket, hanem ott folytassák le ezeket a vizsgálatokat. Tehát valóban... A regisztrációt kell lefolytatni Magyarországon. Én biztos sokat foglalkozom ezzel a dologgal. Ez egy nem egy túl bonyolult eljárás. Ez egy új lenyomatvétel és néhány személyes kérdésnek a lefolytatása. Na de... Ennyit kell a magyar államnak megcsinálnia. De az a papír, amit erről kapnak az emberek, az az unión belüli szabad utazásra nem jogosítja fel őket, legfeljebb, mivel a schengeni határokon nincsen szigorú ellenőrzés, vagy leginkább semmilyen ellenőrzés, ezért normális esetben ellenőrzés nélkül akadálytalanul átjuthatnak rajta. Hogyha van befogadó ország, aki azt mondja, hogy őket kivétel nélkül befogadja, Németország ilyen, ugyanis abból nem jöttek vissza a németek, ez egy félreértés, egy jobboldali magyar honlapon jelent meg ez a hír, amit aztán nagyon sokan átvettek, persze a cáfolatot már utána kevesebben vették át. Nem azt mondták a németek, hogy ők nem fogadnak be minden háborús szírövezetből menekültet, hanem azt mondták, hogy ez nem jogi automatizmus, hanem a végén ilyen politikai döntést fognak hozni. Merkel óvatosan és okosan fogalmaz. Ő nagyon jól tudja, hogy a menekültügyi eljárás le kell folytatni. Ő nem azt mondja, hogy menekültügyi eljárás nélkül fogadnak be mindenkit Németországban, hanem azt mondja, hogy lefolytatják a menekültügyi eljárás, melynek az lesz a végeredménye, hogy befogadjuk őket. Az egyik egy jogi, a másik egy politikai kérdés. Tehát az ön értelmezésében azt mondták, hogy most... ők folytatják le az összes szír esetében a menekültügyi eljárás, hogy magukra vállalják ezt a terhet, mert én nem így értelmeztem a szavaikat. Pedig így történt. Ugye amikor azt mondták, hogy ebből visszalépnek, az megint csak mondom, ez egy olyan idézet volt, egy magyar honlapon jelent meg, ahol Merkel mondatának idézték az elejét, és nem idézték a végét, a második mondatát. Merkel ugyanis csak a jogi és a politikai kérdést választotta ketté, de a végén azt mondta, hogy mi be fogjuk fogadni, és nem fogjuk visszaküldeni őket. Nem véletlen döntött úgy például a cseh kormánya tegnapi napon, hogy mivel a németek mindenkit befogadnak, ezért ők mostantól kezdve már nem fogják megállítani a vonatokat, hanem mindenkit át fognak engedni. A csehek értik azt az üzenetet, amit Angela Merkel küldött, a magyar kormány pedig láthatóan, szerintem egyébként ők is értik, de nem érdekük megérteni ennek az üzenetnek a valóságát. Na most, ha be is fogadnák a németek az összes valódi menekültet Szíriából, nyilván nagyon sok embert visszafordítanának, akik most megpróbálják kihasználni ezt a lehetőséget, és szírnek kiadni magukat. Ilyen a világtörténelemben mindig volt, amióta menekült hullámok vannak, hogy más emberek nem elvetemültségből nyilván, hanem azért, mert ők is mondjuk egy nyomorúságos, szegény életből menekülnének máshonnan, de nem a háború elől. Ha megpróbálják, hogy hát ha sikerül nekik is bejutni ezzel. Valóban nem fog sikerülni, őket visszatoloncolják Magyarországra a dublini szabályok értelmében. A magyar kormány azt mondja, hogy ettől is tart. Két dolog van. Az egyik az az, hogy az a fajta szöveg, amit az Orbán kormány az év elején mondott, még egy gyönyörű csupa idézőjelbe, kifejezés is kitaláltak rá, hogy a megélhetési bevándorlás, amire ugye tipikusan a Balkánról, például Koszovóból érkező bevándorlókra, menekültekre vonatkozott, ez az elmúlt néhány hónapban szinte teljes egészében megszűnt. Itthon nem beszél róla a magyar kormány, de ők is nagyon jól tudják, hogy akik az elmúlt néhány hónapban tömegesen érkeztek a határa, ők kivétel nélkül háborús menekültek. Kivétel nélkül. Ezt egyébként elismerik azok a szakemberek, akik a határokon dolgoznak, mi beszélünk velük, elismerik azok a civilek is, akik ezt látják, az Orbán kormány pedig inkább nem beszél erről. Nincsenek hónapok óta olyanok, akiket az Orbán kormány korábban gazdasági bevándorlónak nevezett. Szíriából jönnek, Afganisztánból jönnek, Szomáliából jönnek és Eritreából jönnek. Szinte kivétel nélkül háborús helyzet, polgárháború elől, életüket, testépségüket mentő emberek. Nem véletlen egyébként, hogy a kormány abba hagyta azt a szöveget, hogy gazdasági bevándorlás, mert talán az ő becstelenségük sem terjed odáig, hogy ezeket az embereket gazdasági bevándorlónak mondják. Ez az egyik fele, de válaszolok a Dublin 3-mal kapcsolatos kérdés részre is. Arra pedig ott van az a javaslat,
amit megtett az Európai Bizottság, de korábban egyébként pont a magyar kormány volt az egyik leghangosabb, aki megpróbálta ezt leverni, ez pedig a kvótarendszernek a bevezetése. A német kormány, a francia kormánnyal és most legújabban a spanyol kormánnyal együttműködve ezt most újra be fogja terjeszteni. Ez egy érdemi változás nyáron. Míg fél évvel ezelőtt ez csak az Európai Bizottság akarta, most a két-három legbefolyásosabb európai kormány, Angela Merkel és François Hollande szeretné ezt a rendszert bevezetni, jóval nehezebb lesz Orbán Viktornak mondva csinált okokra hivatkozva ezt visszautasítani. Ha ugyanis, és ez volt az Egyesült Államokban is, ahol ez már működik, előre megmondjuk, hogy hányan jöhetnek, előre megmondjuk a rendszert, hogy ez a befogadás hogyan zajlódik le, akkor előbb-utóbb annyian is fognak jelentkezni, ahányan egyébként befogadhatóak az Európai Unióban. Ha Orbán ezt is megvétózza, ha jól tudom, ma megy Brüsszelbe, ha Orbán ezzel szemben is fel akar lépni, az újabb egyértelmű bizonyítéka lesz annak, hogy nem a menekült válság megoldásában érdekelt a magyar kormány, épp ellenkezőleg abban érdekelt, hogy ebből belpolitikai botrány legyen Magyarországon. Érvük a kvótarendszer Magyarországra kiterjedő alkalmazása ellen, például az, hogy miért fogadnánk be mi újabb embereket, mondjuk például más országokban lévő táborokból áttelepítve, amikor amúgy is ide érkeznek a legtöbben, tehát nálunk már nagyon sok menekült van, mi már sok terhet viselünk. Nagyon egyszerű a válasz, mert senki nem akar itt maradni Magyarországon. Senki. Menjen ki a keletibe, a nyugatiba, bárki, ön vagy egy tévénéző, és beszélgessen, ahogy én szoktam a menekültekkel. Egy embert nem fog találni. De akkor találni, most azt mondja, hogy fogadjunk be olyanokat, akik nem akarnak idejönni? Nem. Azokat, akik idejöttek, akik az új befogadási rendszerben, ugye ez lenne a javaslat a német kormánynak, nem egyes tagállamokba jelentkezhetnének a menekültek, hanem az Európai Unió területére jelentkezhetnének a menekültek. Az egész Európai Unió, és maga az Európai Unió szabályok alapján döntenénk el, hogy ki melyik országban telepedhet le. Tehát akkor mégiscsak azt mondja, befogadás, hogy mi fogadjunk be Magyarország területére letelepedni olyan embereket, akiknek eszük ágában nem lenne Magyarország de területére letelepedni. Abban a tudatban jönnek már, ugye az új szabályok szerint, akik érkeznének, hogy ők nem egy konkrét országba jelentkeznek, menekültnek vagy letelepedni, hanem az egész Európai Unió egészére ebben a tudatban érkeznének. De teszem hozzá, nyilván kényszeríteni senkit nem lehet, önnek ebben igaza van. De Magyarországnak ilyen terhe jelenleg nincsen. Az igazi teher, ami a németeken és a britteken van elsősorban, meg talán a svédeken, az az, hogy hogyan integrálnak emberek tízezreit a társadalmukba. A magyar kormánynak nincs ilyen terhe. Hát ezzel kapcsolatban hogyha... mondja Rogán Antal például, hogy ő európai kalifátust lát a következő generációk élete idejére. Hát nyilván neki, aki a pasaparban lakik, talán a kalifátusokról több tapasztalata van, mint nekünk, de hát félretéve a viccet. Hogy lehet ilyet mondani? Tényleg nem veszi észre Rogán Antal, hogy ha itt igazak a legszörnyűbb számok, amit most mondanak, hogy akár 2 millió menekült is érkezhet az Európai Unióba, még az is csak ezreléke az Európai Unió teljes 500 milliós lakosságának. Rogán Antal tényleg soha nem járt általános iskolába? Nem hallott arról, hogy 150 éven keresztül volt Magyarországon török megszállás, iszlám megszállás, és mégsem lettünk iszlám vallásúak az alatt a 150 év alatt, hanem maradtunk keresztények, mint előtte. Szóval ez a fajta brutális ellenségkereső leegyszerűsítés, amit Rogán Antal is képvisel, ennek az eredménye az, hogy tegnap az osztrák televíziónak, vagy egyik osztrák újságnak, ha jól emlékszem, azt nyilatkozta az egyik szír menekült, hogy ők 2 hónapon keresztül gyalog jöttek Szíriából, 5-6 országon keresztül, míg eljutottak Bécsbe, és egyetlen egy országban kaptak csak embertelen bánásmódot, az Magyarország volt. Ez az Orbán Viktor féle ország imázs. Ha valaki nyújtja felénk a kezét, akkor megpróbálunk neki segíteni. Lássuk egy olyan országban, ahol könnyű dolgunk van, mert nem akarnak itt letelepedni. Nekünk az a dolgunk, hogy regisztráljuk őket, és aki mehet tovább, azt engedjük el. Nem visszatartani kell a keletinél a szíreket, hanem még ma elindítani a vonatokat, hogy nyugodtan menjenek Németországba, ahol tártkarokkal fogadják őket. Köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Köszönöm szépen.